Sziasztok! Ez az Access Point Vlog negyedik epizódja. Ebben a részben a korábban bemutatott UniFi Mesh eszközök átviteli tulajdonságait fogjuk vizsgálni. A tesztkörnyezetet telephelyünkön alakítottuk ki, három darab access pointot helyeztünk üzemben, ebből a legelső kapott vezetékes betáplálást, a másik kettő AP pedig sorban felfűzve egymásra csatlakozott. Ezek az access pointok egymástól körülbelül 50 méter távolságra helyezkedtek el, nagyjából egy egyenes vonal mentén. A rendszerünkben a második AP, a középső, egy autó mellett elhelyezett állványon kapott helyet, elektromos ellátást pedig az autó szivargyújtójába dugott inverter adott ideiglenesen. A tesztelés során meg szerettük volna mérni, hogy közvetlenül az első AP-ra csatlakoztatott notebookkal milyen sebességet tudunk elérni, ez volt úgymond a tiszta sávszélesség a rendszerben. Ezek után meg szerettük volna nézni, hogy egy és utána még egy, tehát kettő ugrópont beiktatása után mennyivel csökken az elérhető sávszélesség, illetve a pingidők mennyivel növelkednek meg. A mérésekhez egy AC1x1-es notebook állt rendelkezésünkre, ezért az itt mért eredmények nem az AP maximális kapacitását mutatják. Az első access pointra csatlakozva, mely ugye vezetéken kapta meg a hálózatot, 258 megabit per szekundumos sebességet mértünk, egy kötőjel 2 millisekundumos ping idő mellett. Ezután a rendszerbe beiktattuk az első wireless uplinkes access pointot, itt a sávszélességnek a felét körülbelül 130-140 megabit per szekundumot mértünk, alaphelyzetben 2-3 millisek volt a ping, viszont terhelés közben ez olyan 50-70-re növekedett. A harmadik mérésnél, miután a harmadik access pointot is beiktattuk a rendszerbe, a sávszélesség tovább csökkent 96 megabit per szekundumra, a alaphelyzeti pingidő maradt 2-3 millisek, viszont terhelés közben már 90-100-as pingeket mértünk. Elmondhatjuk, hogy minden újabb ugrópont beiktatása 75 vagy akár 50%-os sebességcsökkenéssel jár. Ez volt az Access Point Vlog negyedik epizódja. Ha bármilyen kérdésetek lenne a teszttel kapcsolatban, keressetek minket bátran. Köszönjük a figyelmeteket, hamarosan találkozunk a következő epizódban.